Szevasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Ismét itt vagyok, játszunk egy kicsit. És hát most mondhatnánk, hogy akasztják a hóhért bizonyos értelemben, mert hát ugye, hát olyan nagyon nem ekésztem egyetemet. Annyira. Szerintem soha. De azért voltak problémák. Na most megmutathatom, hogy én hogyan csinálnám, bár mondjuk azért ezt meg kell vallani, hogy az a játék, amivel most fogunk játszani, nem feltétlenül tökéletes szimuláció. Azt hiszem. Ugyanis a Two Point Campus-szal fogunk játszani, annak a cégnek az új játéka, aki a Two Point Hospital csinálta, amivel játszottunk, hát jó régen, olyan másfél éve, és hát én azon sokat nevettem, ezt mindenképpen, remélem most is fogunk. Úgyhogy ezt fogjuk ma megnézni, a Two Point Campus-t, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudja azt a hangulatot hozni, mint a Two Point Hospital. Én nagyon bízom benne, a játékot dicsérik, meglátjuk, hamarosan kiderül. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, sziasztok, Sedit Adri, köszönöm a 100-ast, nagyon szépen köszönöm ismét. A Rainbow Warrior, hát igen, te is rég voltál itt, én is rég voltam itt, mindenki rég volt itt, bár mondjuk hétvégén volt egy kis stream, de előtte azért egy jó nagy szünet volt. Nevermind, Kambli, Padlizsán, sziasztok, szép estét nektek is. Oké, én elindítom ezt a játékot. Még nem indítottam el, úgyhogy nem tudom, hogy mi fog történni. Természetesen valami Microsoftos vacskot megint föl kell tenni. Na mindegy. Hát tudjátok, ez a szokásos. Akármi. Reméljük, hogy azért nem órákig fog tartani. Kiteszem ide. Csak hogy lássátok, hogy tehát Microsoft. Valamilyen Redis-et mindig föl kell tenni, mert Windows-on vagyunk, tehát olyan nincs, hogy valamit nekem, valamit föltelepítesz Steam-en, és az az első dolog, hogy valami Redis-et föl kell tenni. Kinek SDK kell az F1-hez? Uh-huh. Hát jó. Na hát ha. Hát ha. Autosave van. Nagyon jó. Ó, oh, hát így ránézésre a menü ugyanaz. Warningokat mindig. Ugye ezt mondtam, hogy warningokra mindig figyeljünk. Jó, oké, na nézzük, hogy mi van még itt. Hát nem gondoltam, hogy debug message-eket is fogunk kapni. Oké. Okay. Jó. Autosave minden hónapban. Felirat hát legyen nektek. Oké. Oké. UI scale szerintem az maradhat. Online nem kell. Advisor filter. Oké. Okay. Nem erre vagyok kíváncsi. Jó. Hát talán nem lesz gond a 144 Hz-el. Bár csak letesszük. Ne legyen gond. Bár ennél a játéknál nem hiszem, hogy lesz. Oké. Okay. Jó. Hát, a zenét már lehalkítom, mert biztos, hogy hangos lesz. Controls. Jó, ez meg majd kiderül. Oké, okay, szuper. Na hát akkor nézzük. Hello Mark Boy, szia, szia.
Micsoda intro van. Az igen. Jó, na lássuk. Ó, köszönjük a tippet, pont el tudtam olvasni. Two Point County, ő Albert Crank. Az a mi személyes tanácsadónk. Azért van itt, hogy segítsen. Azt mondja, hogy valószínű, tehát könnyen lehet, hogy nincs tapasztalatunk campus adminisztrátorként. De a Freshly County College mindenképp szeretne nekünk adni egy esélyt. Nagyon örülök neki. Oké, és Freshly Meadows. Na, építsük föl az akadémiai birodalmunkat. Hello, Kedira, szia-szia. Na, oké, és igen, ez egy kicsit hasonló, mint ami volt a Two Point Hospital, és ott is ilyen területek voltak. És akkor csillagokat lehetett gyűjteni. Hát nincsenek nagy elvárásaik. És van egy kedves kis csatornájuk. Ez egy remek hely, hogy elkezdjük a pályafutásunkat. 500 000 dollárral indulunk. Hát az valóban nem sok. Oké. Aha, és akkor itt a loading screen alatt ad ilyen tippeket. Amit most elolvastunk. Az imént. A university is not something that one simply opens, like a savings account or a jar of pickles. Any self-respecting academic institution was doubtlessly opened long ago by dignified people who wore bowler hats and spoke via subtitle. The world is a creation of the past, and it is our job to keep it all going and try not to touch anything. Okay. Jó, first day of school, az első napunk. Oké, okay. Azt mondja, hogy ez a vidéki környezet remek hely, hogy elkezdjük a pályafutásunkat, ezt már harmadjára mondja. Oké, okay. Course info. Ide nem tudok kattintani. Scientography. Oké. Okay. Jó. Oké, és nagyon hasonlít a Two Point Streamerhez. Stop soros, itt lesz-e polgári engedetlenség? Csak hogyha hasonló béreket adok, mint otthon. Akkor okvetlenül. Oké, tanuljuk meg a campus management alapjait. Mozgassuk a kamerát. Erre megfogtam a sövényt. Oké. Jó, és mi? Ja, így oké. Jó, tudunk... Oké. Van pitch is, nagyon jó. Tudunk forgolódni. Zoom, nagyon jó. Oké. Remek. Maintenance announcement. Plants need water, remember? Oké, tehát lesz egy Scientography kurzus. Kellene egy Science Lab. Hát mi sem egyszerűbb annál. Oké, 18.200 dollár. Annyi bolton vesznek asztalokat. Közbeszent, persze. Jó. Aha, és akkor húzzunk fel egyet. Hát hova, mindegy. Így. Minimum room size not met. Oké.
Oké. Jó. És akkor kéne bele pár dolog. Ez mi? Science Hub. Valamit tesztel. Students are reminded to be in two places at once. Jók a announcementek. Oké. Tehát akkor ezt betesszük ide. Ez egy ajtó. Hát, az se árt, ha van rajta. Rohadt hangos a zene még mindig. Mindjárt megkeresem, hol a beállítások. Hát, majd valamikor meg lesz, mindjárt. Whiteboard. This is Felicity Bellbottoms and you're listening to Campus Radio, where we do all the work for none of the pay. Legyen benne növény. Science shelf. Tudományos polc. Nem lehet elforgatni valahogy. Nem lehet. Oké, és mi van? Mi ez? Science board. Jó, akkor elvileg minden megvan. Ja, itt írja, hogy mi kell hozzá. Igen. Nyomunk egy pipát. Mi? Ajaj, várjatok. Valami nem jó. De most... Jó, oké. Valamit el kell adnom, jó, eladjuk. Mindegy. Oké, na, van egy science labünk. Kéne egy tanár. Ja, igen, a tanár azért kell, hogy ő fogja tanítani a scientography-t. Oké, okay. Ja igen, itt van a personal. Titus Escher. 28 ezer dollár évente? Hát... Oké. Okay. És 4200-at kér ilyen aláírási bónuszként. 70% teaching skill. Azt mondja, hogy lassabban megy, mint a legtöbben. Ő mit tud? Oké, okay. 70% teaching skill. Szemetel. A weak bladder. Tehát, hogy sokszor jár budira. Ő nagyon gyors. Hát őszintén szóval nem tudom. Ugyanannyiba kerül mindkettő, és ugyanannyira nem ért semmihez. Fel van véve. És rögtön be is dobjuk a mélyvízbe. As a student, it can be hard to find time for, well, everything. Here's Maggie with a tip for getting things done. Hát dolgozni ki fog. Haver. Fölvettem, első dolga volt, hogy elment. Multitasking is great. Na jó van. What I do without it. Sometimes I'm there writing an essay while listening to a recorded lecture and covering an event on radio and it just dawns on me if multitasking wasn't so great, this would all be a bit much. Thanks multitasking. Ez a Campus Rádió, ez remek. Mondjuk már jobb, mint a Debrecen. Nem. Oké, okay, na és most már mehet a kurzus. Start new year. Oké. Okay. Na gyerünk.
Hol vannak a hallgatók? Hogy Debrecenben van-e rádió? Hát a Campus Rádió. Azért hívják Campus Rádiónak, mert azt hiszem az egyetem téren van a... De amúgy sok köze nincs az egyetemhez. Hát ugye sok szokásos témák mennek rajta, ami otthon a legtöbb rádióba megy manapság. Oké. Na, ezek a hallgatók. Randy Fenderson. Első éves. Most még boldog. Hát még nincs vizsgaidőszak. Oké. Feeling freshly. Oké. És akkor bementek a laborba. De ez azért fura, mert... Hogy csak ilyen 10 hallgató jött? Hát... Nekem így fél évente 300 hallgatón volt, nem 10. Jó. Oké. Nézzünk szét, hogy mik ezek. Most van augusztus. Pont nem látjátok tőlem. Lehet, hogy ezek a modulok? Hát ilyen eventek. Aha, tehát ahogy a hallgatók tanulnak, úgy növekedik az XP-nk, és az akadémiai prestízs, talán. Oké. Jó, hát akkor gondolom ezt meg kell várni, hogy lemenjen. The teaching hospital in Mitten, students look forward to a long and healthy life in medicine. But while they were sleeping, with visions of crutches and pharmaceutical machinery in their heads, their teaching skeletons went missing. They've tried making their own skeletons out of wire, toothpicks, and toilet paper, but sadly, they're 39 bones short and don't know what they're missing. For now, their education and the future of healthcare in our county is looking boneless and a little limp. Fliss, back to you. Okay, na, megvan a kurzus. Okay, át is mentek. Aha, tehát valami elterelte a figyelmüket, hallgatóknak a tanulásra elterelte, vagy olyan figyelmét, hát kizár dolog. Aha, tehát egy hallgató, akinek mindene megvan, sokkal boldogabb, kevésbé distracted, van félrevezet, hát van a figyelme szétszórva, és sokkal jobban tud a tanulmányaira koncentrálni. Enthusiastic and cheerful haze. Oké. Hát igen, otthoni hallgatókból a legtöbbből lesz hiányzott az enthusiasm, kicsi érthető okokból persze, de... Oké. Oké, tehát kéne nekik csap, budi. Amúgy az nem rossz dolog. Oké. Na, neked Mikkel. Na mindjárt. Kéne egy koli, meg egy fürdőszoba. Hát bathroom vagy budi, mindjárt kiderül, hogy az melyik. Relax, rest, relieve. Hát a relax az, én nem értem. A rest, az még határeset, a relieve az oké. Okay. Tehát kocsma kéne. Jó, építsünk egy kolit, meg egy budit. És hova? Ide. Frequently asked questions. You can find the bathroom yourself.
Hát alapvetően ez akkor nagyon ilyen college-os felépítési dolog lesz, hogy egy épületben van a koli. Koli meg a tanterem. Oké. Hát ennél kicsit nagyobb kéne, nem? Ó, hol tudom a méretét állítani? Nem fogom megtalálni. Ja, így, oké. Okay. Hát, teszünk ide egy ajtót. Meg kénének ágyak. Hát ez nagyon ilyen spártai lesz. New to the Crumley student range. Unfoldable pizza. It'll fill you up without filling up your cup. Nem tudom, hogy kell forgatni. De komolyan. It's a fraction the size of your average frozen pizza. And when it's unfolded, well, you've got yourself a whole pizza. Just like mama used to make. Oh. Ja, ott írja lent. Nem történt semmi. Rettenetes lesz ez a koli, ezt már most mondom. Oké, okay. Kéne szekrény. Hát, azt hogy kéne letenni? És mit rakok középre? Asztalokat mondjuk. Tökéletes. Na és akkor itt lehet majd tanulni, ezeket meg lerakjuk ide középre. Hú, ez rettenetes így. Na mindegy. Kilenc ágy van hat asztallal. Ez nem optimális. Jó, meg még egyet lerakunk ide a sarokba. Oké, mi van még itt? Ugye vannak különböző ágyak. Keep students happy with at least one bed for every five students. Tehát öt hallgatóként kell egy ágy. Amúgy... seems reasonable. Végül is, ha kiszámolom, váltva tudnak aludni. 24-ben az 5, az mondjuk olyan 4, hát mondjuk 5 óra. Mindenki alszik 5 órát, hát most mit kéne a több. Teszünk le virágot is. Így szétszórva. Hand sanitizer. Nem, meg egy notice board. Így. Szerintem ez remek. Oké, pipa. És ott a koli. Tehát igen, hallgatónként egy, tehát öt hallgatóként egy ágy, az normális. Aha. Hát igen, a hallgatókoromban én is emlékeztem, hát igen. Na jó, menjünk tovább. Annyi a lényeg, hogy kéne budi. Ezt ide tesszük.
Hát, lehet, hogy egy kicsit nagyobbat kéne. Oké, teszünk rá egy ajtót. Ah, és akkor ez... Na, várjatok. Igen, ez a budi. Ó, oh, akkor ez csak budi. Tehát nem fürdőszoba, az nincs. Jó, hát... Thanks for joining us on campus radio. If anyone from 2 Point Radio nem kellett volna. Or has received my emails, I graduate next year and will be available for paid or unpaid roles at your station. Thanks. Vajon odafér a csap? Tökéletes. Oké. Okay. Budi az nagyon fullos lesz. Oké. Jó, és teszünk le pár készszárítót is. Ablak a budira nem kell. Teszünk le egy-egy növényt. Ennyi. Ott a budi. Ah, és akkor New Room Unlocked Shower. Ah, és azt mondja, hogy... A hallgatók éhesek. Még ilyet. Sanitizer volt, nem szárító? Shit. Jól szóltuk, köszi. Oké. Okay. Aha, tehát azt mondja, hogy a kampuszokon van kaja is. Hát de vending machine, hát akkor legalább valami normális. Na mindegy, építünk most egy zuhanyzót. Az hova kéne? Lassan több hely elmegy a ilyen adminisztratív dolgokra, mint magára az oktatásra. Hogy kéne? Hát ide. Oké. Okay. Elég a budi spóroljak 600-at a csapon. Oké. Okay. Teszünk egy ajtót. Jó, és akkor itt van a zuhanyzó. Így betesszük az ajtóba, jó az úgy. Opa. Oké. Törölköző tartó. Készszárító. Hát mit tudom én. Jó, meg ide is rakunk növényeket. Hát igen, egy kicsit bőre hagyom a helyet. Lehet, hogy ennyi hely nem kéne. Mondjuk van itt ilyen csap is. Lehet azért kell a készszárító. Valaki csak be akar ugrani kezet mosni. Oké. Okay. Jó, más nincs. Oké. Okay. Na, most már lehet jönni fürdeni. Oké. Okay. Jó. Igen, kéne nekik kaja. Szomjas. Oké. Okay. Na, hol vannak ezek a... ez nem itt van. Igen, itt van. Jó, hát... Cheesy Gabbins Machine a megye legjobb harapnivalója. Beef. Ott már lehet enni.
Ez meg burp machine. Szénsavas üdítőitalok. Parancsoljatok. Oké, okay. Campus maintenance. Oké. Okay. Ah, kéne ilyen gondnok, vagy takarító, ilyen janitor. Meg kéne pár kuka. Oké. Okay. Na. Amúgy... Majdnem többet keres a takarító, mint a tanár. Kilátott már ilyet? Na, te mit tudsz? 30% maintenance skill. Hát nem túl sok. Remek személyes higiéniája van, annak nagyon örülök, hogy fürdik meg ilyenek. Ja nem, ez a plusz 30%, oké. Okay. Jó, rendben van. Oké, okay, tehát a maintenance-nek van ott a movement speed. Jó, kezdem éteni. Aha, Ingrid Sandwich. Christopher Shandy. Hát nem tudom. Én nekem a maintenance skill az fontosabb most, mint a movement speed. Bár az is igaz, hogy ez olcsóbb. Jeffrey Bucket. Hát fölveszik őt. Na, pont ráraktam egy nagy darab szemétre. És akkor most még kéne... Kéne kuka. Harrison Wolf, and I will be your host at this little Sonic get-together. This is the party within the party. The sandwich and the lunchbox. The thing in the thing. I'll think of some words and we'll be right back. Okay. Ide a budira is teszünk ki kukákat. Meg a fürdőbe is. Oké. Okay. Igen, Nevermind, azt láttam azt a hirdetést. Az kemény volt nagyon. Oké, okay, jöhet a következő óra. Hol vagyunk most? Már magam se tudom. Igen, itt meg megy az előadás. Jó, tehát C+-os eredménnyel kellene átmennünk a Scientography-n. C+. Talán menni fog. De várjunk csak azt, hogy kell. Hogy csak simán átmegy az... Aha. Ja, hát az a PES. Ugye az alatt biztos, hogy nem PES. Ha jól tudom. Bár ez az amerikai osztályozása nem vagyok tisztában, de... Mintha a C+ lenne a... Á, nincs még mindig te a bot, igen. Oké, okay. Na ez remekül ment. A hallgatók már is okosabbnak tűnnek. Aha, és minél több... Ja, hogy ők minél jobban teljesítenek, nekünk annál több pénzünk lesz. Oké. Okay.
film star Roger Cushion is in a igen, igen, ezt a tuition feed kapjuk. Hát igen, és az alapján, hogy hogy mennyi XP-t kapnak. Jó, tehát minél jobb eredményük van, annál több pénzt kapunk. Oh. Oké, tehát a... az, hogy a hallgatói igényeket kielégítsük, csak egy módja annak, hogy javuljon a helyzet, tehát hogy a grade, tehát az osztályzatunkat javítsuk. Oké, és tehát az első ilyen assignment. Aha, tehát valamilyen assignmentet kapnak a hallgatók, de az kellenének új, hát, tantermek, talán. De nézzük, mi van az inboxban. Kaptunk levelet, campus memo, ez az inboxunk, remek. Disaster warnings. Oké, és... Oké, tehát figyeljünk a üzeneteinkre, mert vannak ilyen időérzékeny dolgok itt a kampuszon. Nem is értem, hogy mi lehet az. Oké. Library required, tehát kell egy könyvtár. Aha. 9 ember egyet értett vele. 60 napunk van, hogy építsünk egy könyvtárat. Oké. Tehát építsünk egy könyvtárat, vegyünk fel egy asszisztenst, és hogy teljesítsünk egy feladatot a könyvtárban. Hirtelen mindenki tanulásra vágyik. Én megértem őket. Nem ide rakjuk. Mondom, nem ide rakjuk. Hát, nem tudom mekkora kell. Hát sok minden kell ebbe a könyvtárba. Computer. Aha, egy kis olvasóasztal. Tanulóasztal. Könyvespolc. Az a baj, hogy olyan pici ez az épület, és nem tudom, hogy tudunk-e majd még venni területet, bár szerintem ezt a területet majd meg fogjuk tudni venni. Nem is merem lefordítani a hangos bemondónak a szövegeit. Meg kedvencem az volt az ilyen pénzezős dolgokba, mikor az volt az ilyen urban legend, hogy a pótvizsga meg ismétlővizsga díjakat, azokat az oktatók kapják meg. Nekem ez ilyen örök kedvencem volt. Jó, kéne még könyvespolc. Ó, hogy ez Katikának a irodája, vagy a asztala lesz, oké. Azt ide tesszük. Na, ez már egy könyvtár. Oké, teszünk pár asztalt. Ez hogy kéne? Kicsit hülyén néz ki. Nem
baj, kicsi a hely. Oda is teszünk még. Katikának túl sok helye van itt. Csak muszáj valahova tenni. Na jó. Még csak ilyen számítógépes asztalt tettünk le. Na mindegy, ez most ilyen lesz. Erre teszünk ablakot. Ez kis ablak. Ez meg nagy ablak, jó. Kukát teszünk, ide a sarokba. Kézfertőtlenítő. Meg egy pár növény. Hát, ha elférne. Hát ott hülyén néz ki, akkor inkább ide kívülre teszünk. Így. Jó, billboardot is teszünk. Kívülre nem lehet, ez belülre kell mindenképp. Akkor ide tesszük. Translucent Wall Square. Hát ha belegondolsz, egyébként. Oké. Na. Most már van könyvtár is. Kéne ember bele. Assistant. Maja Egnog. Ő mit tud? Comic timing 5% chance to provide comic relief. 500% learning boost. Move slower. Remek. Daisy Dangle. 500% learning boost. Toilet comfort decreases. Plusz 400% happiness. Az jó, nem? Szemetel. Oké, movement speed. Gets hungry easily. Hát, szerintem a learning boost kéne, nem? Szerintem. Na most a... Hát igen. Fölveszük őt. Debelő Daisy-t. Tessék, itt a munkahelyed. Na, és akkor ő valami feladatot teljesít itt a library-ben. Ó, oh, oké. Okay. Hát gondolom annyi volt a... ő már level 4-es student. Warflick Half Moon. Oké. Okay. Library Orientation. Ó, oh, tehát akkor ez az assignment. Oké, okay. Ja, és akkor itt jön a következő ilyen modul. Talán így lehetne ezt nevezni. Érdekes, hogy ilyen két hetekre van felosztva. Vagy kétszer két hetekre inkább. Oké. Okay. Jó. Room Prestige 34%, hát az nem valami sok. Environment 58%. Hát tisztaság az van, meg meleg is van. Há, már nem sokáig. Na jó, ilyenre nem is viccelek. Oké. Jó, na és most már B-osztályzattal kell átmentünk a Scientography-n. Az már 4-es, ugye? Az már ilyen lehetetlen. De hát mindegy. Oké, ilyen, ja, itt a bevételünk. Tuition, rent, rendbő bevétel. Érdekes. XP bónusz, staff, kiadás, nagyon jó. Profitunk van, itt már nagy baj akkor nem lehet. És hogy ezt el kell fogadnunk, mert ha nem fogadom, akkor mi történik? Na mindegy.
Ja, jag dormarend. Aha. Jó, akkor az nincs benne a tuition fee-be. Oké. Jó. Na, esetleg még megnézném, hogy mit lehet még tenni. Hát, ennek mind megvannak. Ezzel mit tudunk csinálni? Science Hub. El lehet adni. Igen, karbantartót lehet hívni. Aha. Hát nem nagyon lehet mit csinálni most. Hát akkor várjuk, hogy lemenjen, mindjárt letelik ez a modul. Oké. Nagyon jó. Tehát C-ről most már B osztályzatot kaptak a hallgatók. Tökéletes. Nézzük meg, hogy hogyan csináltuk. Oké, tehát tanítani kell. Igen. Better staff and facilities. Igen. Nurture. Hát enni nem árt. Oké, meg mindenféle ilyen pihenőhelyek, ez az amaz. Expand. És hogy növekedjünk, hogy nagyobb bevételre tegyünk szert. Vagy mi, hogy több hallgatók legyen. Na, miket beszélek. Jó, oké. Ez világos. Kudos. Ja, ez akkor ilyen dizájnra jó. Ez a helyi currency. Nem. Nincs új üzenet. Ja, itt ez. Aha. Jó. Na, itt a új üzenet. Relationship item request. Na, ők ilyen best friendek lettek. Aha. Ó, és akkor ilyen víz. Mi ennek a neve? Vízgép? Mi ennek a neve? Vízautomata? Aha, és ezt lehet 50 kudosé állokkolni. Oké. Ah, van most már staff roomunk. Oké. És hogy... Fú, itt aztán pörögnek a feladatok. Student lounge. Wanted. Ah, tehát ilyen kis... hát pihenő szoba kéne. Hát építsünk akkor egyet. Ha már a hők kéri. Oké. De valamilyen minimál lesz. Hát teszünk egy ilyen kanapét. Na. Azt ebben mennyi cuccot le lehet tenni? Menj már! Az igen. Circuit board. Milyen tel van ma? Hát, ma is ilyen olcsó Tesco-s tel van. Ami amúgy nem rossz alapvetően. Ilyen piros, gyümölcsös tea. Mikro legyen, vagy csap? A mikro. Csap minek?
Ez így nem jó. Darts tábla legyen, nem? Ez mindenképp. Ide az ajtó mellé, hogyha valaki elcsinálja, akkor pont egy belépő emberbe álljon bele. Oké. Ablakot teszünk. Rakunk le ilyen italautomatát. Hát egy kukát csak leteszünk. Ah, csocsóasztalat azt kudosért lehet állokolni. 100. Mi van még itt? Two player game table. Develop friendships. Good friends. Hát, mi van még itt? Dark Throne. Gothic bookcase. Ezek ilyen falra rakható cuccok. Crazy Taxi Machine. Az 250 kudos, annyi nincs. Az szomorú. Na mindegy, akkor lerakunk még tényleg egy kajautomatát is. Hát egyelőre ennyi. Aztán majd még fejlesz. Hát, na jó, csocsó aztán legyen még. Hát, ha befér. Jó. Oké, ennyi. Hát, kicsit fura helyen van, de... Na. Akkor lehet nyomni a csocsót. Finish your first year, average staff happiness. Aha. Tehát improve. Tehát javítsunk a staff boldogságán. Hát nyilván a salary, tehát a fizetés első körben. És training. Oké. Neked mi bajod van? Study cubicle required. Ó, kéne neki olyan kis... amit ide nem tettünk le. Hát akkor lehet, hogy picit megnöveljük itt a méretét ennek a... We are expecting a weed infestation on campus. Mire gondol pontosan weed infestation alatt? Érdekes. Egy kis weed bekerül a kampuszra. Na, akkor tegyünk le ide pár ilyen study. Hát, az biztos, hogy lakberendező nem leszek. Na, ott lehet tanulni akkor. Te onnan ki tudsz jönni? Nem tud kijönni. Bezártuk Erzsikét. Hát, barátom, te pont rossz helyre ütél most le. Ez meg már nem tudom sehova elrakni.
Hát ide el tudom. Hát igen, egy kicsit furán néz ki ez a könyvtár, de... Na mindegy, most ilyen lesz. Kéne 5 staff member. Hogy lejött tanulni, mi? Egyből lepukott a feje az asztalra. Neki meg textbook kábikkal kéne. That's it for today's show. I don't know if it's been a classic, but who am I to say? These things need to marinate in the passing of time. Szerintem az egyik számítógépes lecseréljük. Ilyen textbookosra. I'm saying right now is making or breaking the show. Have I just ruined it? Legyen bent olyan is. Jó. Na, akkor nézzük a kéne staff room. Hát az már a happiness-en növel. Hova tegyük a staff roomot? Egy staff room. Staff room. Hát... Könyvtár mellé. Úgy tűnik, hogy az jó. Fontos, hogy nagyobb legyen, mint a hallgatói. Oké. Na és akkor ide is leteszünk pár dolgot. Fotel. Ez fontos. Aha. Oké. Asztal. Ja, ez ilyen dohányzó asztal. Egy kávézó. Open office. Hát... Amúgy nem olyan rossz. Bár nyilván jó, ha az embernek van saját irodája, de... Ez nem olyan egyértelmű. Na és akkor itt kéne valami, ami a staff happiness-t fölviszi. Ez entertainment... Snack table... Food... Leviszi a toilet komfortot... És a healthiness-t fölviszi. Entertainment. Hát lehet, hogy akkor itt happiness nem viszünk. Nem, itt entertainment van. Meg attractiveness. Jó, hát, akkor csak ilyen dálztáblát teszünk be. Esetleg egy ilyen tévét. Ez olyan remote learning. Meet wizard machine. Hát ezt állokkoljuk. 15 kudosz, nem olyan sok. Jó, akkor staff room megvan. Aha. És nincs itt most az asszisztens a könyvtárban? De itt van. Lehet elment budira. Jó, hát veszünk fel még embert. Ó, vége a tanévnek. End of year rewards. Na, lássuk, hogy teljesítettünk. Azt mondja, hogy 100% mindenki átment.
Oké, nyilván senki nem diplomázott, senkit nem rúgtunk ki. 10-en folytatják, 0 bukott diák. Átlagos vizsga eredmény 80%. És senki nem hullott ki. Tökéletes. Pass rate 100%, mondom, mindenki átment. Ez remek, ez remek. Majdnem olyan, mint az én óráim, hogy mindenki átmegy. Majdnem. Oké. Make unsustainable design choices. Rendben. Micsoda? Azt mondja, hogy kéne egy virtuális normalitás kurzus. Hát stop soros, amúgy valószínűleg ez kéne. Tehát elve sok pénzt kérünk, és még meg is buktatjuk. Mondjuk a kettő elvileg független egymástól, de oké. Na, azt mondja, hogy kéne egy új tantárgy. És akkor itt van ez a virtuális normalitás. Nagyon jó. Tehát a hallgatók megtapasztalhatják, milyen ott lenni valahol, ahol nincsenek. Remek. Azt mondja, hogy 7500 dollár average. Ja, várjátok már, ez nem tantárgy, ez kurzus, tehát akkor ez egy teljes szak tulajdonképpen. Jól értem? Ez egy 3 év. Ha. Furcsa. Hát indítsuk be, nem? Szóval, milyen termek kellnek? Kell egy... hát kell egy nagy előadó, kell egy VR lab. Oké, könyvtár, VR lab, chair, desk. Ja, gondolom akkor ezek a VR labben lesznek benn majd a asztal, szék, ez az amaz. Kell egy ilyen... hát könyv kollekció, föl kell tölteni a könyvtárat témabeli könyvekkel. Aha, mondjuk ezek lokkolva vannak még. Na mindegy, meglátjuk. 3 év, közepes nehézség, jelentsen ez bármit is. És akkor itt vannak a Oké. Itt vannak a tárgyak. Látni és elhinni nem ugyanaz. Kamu és a valós. VR health and safety. Atyaig. Ha nem igazi, nem tud bántani. Micsoda tantárgyak. Hódítsuk meg a virtuális világot. Oké. Mindenképp beindítjuk. Okvetlenül. Oké. És itt még tudnánk hozzáadni, csak most nincs. Confirm. Következő tanévre már 30 hallgatónk lesz. Hány kekszem van? Fogalmam sincs. Én is be tudom írni. Ó, igen, 624 kekszem van. Oké, na.
Aha. Tehát igen, az fontos, hogy folyamatosan növekedjen a hallgatói létszám. Buy a new plot. Ó, igen. Na, felvettem megint a sövényt. Oké, tehát akkor itt lehet megvenni ezt a másik területet. Na, kéne takarító. Oké, 10 nap alatt épül fel. 15 ezer dollárba kerül, épület együtt 20 ezer. Hogy mi? Na most akkor mennyibe kerül? Mondom 20 ezer. Oké. Na és akkor itt beindul az építkezés. És készen is van. Ja nem, majd most lesz kész. Oké. Unresolved campus requirements. Relationship item required. Statue of Love. 50 kudos. Hát, ha már kérik, és hova tegyük? Outside. Hát, valahogy ide kéne a parkba, nem? Mi ez? Ó, remek. Nagyon jól néz ki. Fizu emelés. Ó. Hangos bemondónak. Fizu emelés kéne szerintem mindenkinek. Ezzel mi van? Kensington Cutsvelop. Vagy itt. Ja, hogy tele van a szoba. Oké, azt hittem, hogy a fickónak van valami baja, de nem. Hát tele van. Igen. Órára kéne járni, nem a izé pihenőbe. Jó. Azt mondja, hogy kéne még egy nagy előadó, egy VR lab, meg még egy Scientography teacher. Hát szerintem a Lecture Theatert az új campus részre tesszük, a VR labbal együtt. Viszont előtte akkor fölveszünk ide egy Scientography Teacher-t. Joshua Peters. 70% teaching skill. Excellent personal hygiene. Hát az nagyon jó, hogy tiszta. Starts the day with a can of burp. Tehát rögtön valamit szükros üdítő itallal kezdi a napot. Benny Dangle. Neki is ugyanazok a képességei. Hát igen, itt mindenkinek ugyanaz. Hát ez a fickó, ez büdös. De legalább gyors. Hát nem tudom. Én nekem Bernie szimpatikus. Fölveszünk Bernie-t. Piff, be is tettük a munkahelyére. És ki is ment. Oké, na akkor kezdjük itt a másik kampuszt építeni. Vagy hát a másik épületet. És akkor kéne egy ilyen VR lab. De lehet, hogy Lecture Theater-re kezdjük.
Ezt is tegyük így ide középre, mint itt van. Miért is ne? Oké. Ja, ez a emelvény. Aha. Oké. Jó, itt vannak a hallgatók. Kell egy ajtó. Ezt ide tesszük. És mit lehet még ide tenni? Whiteboard, az mindenképp legyen. Aránylag, még jó is. Legyen kuka. Ne szemeteljék itt össze a hallgatók a termet. Meg az oktatók se, persze. Fú, nevermind code review. Hát, mehet live-ba. Az a kérdés. Már akkor szerintem lehet. De akkor olyan kód legyen, ami mehet live-ba. Hát de ne kérülj a csatorna pontért, amit nem, akar, nem streameljek. Ez a kaktusz, ez jó. Csak sokba kerül. Jó. Na, szerintem ez a lecture hall, ez ugye elkészült. Hand sanitizert nem oda kéne tenni. Hanem ide az ajtóhoz. Több értelme van. Saját kód lesz, ha kigyűlik a pont. Kérhetsz persze code review-t, hogy ne menjen. Aztán majd, hogyha kész a kód, akkor majd szólsz, és akkor megnézzük. Oké, okay. Na, ez így akkor rendben van. We at Crumley have been serving fish to Two Point County for over 10 years. It's a proud tradition, and now it's a tradition in a box. Easy to cook. Jó, jöhet a VR lab. Not sure what it is, but it's definitely in a box. Hát ezt betesszük ide. Nem vagyunk... Unattended sandwiches will be eaten by me. A helyi kihasználásunk nem valami jó, de hát mindegy, majd átszerkesztjük, hogyha esetleg kifutnánk a helyből. Ez micsoda? VR platform. Ja, oké, okay, jó. Tehát itt kell állni, hogy működjön. Jó, ez ajtó, VR chair. Na. Oké, okay, egy ilyen széket is lerakunk. VR desk. Na, és már nem fogunk szerintem elférni. Ez meg VR headset. Hát ezt csak ide a falra feltesszük. Növény az mindenhol kell. Jó, na, ez is megvan. Oké, okay, és akkor még kéne egy tanár. Hát az elég menőn néz ki. Jó, és akkor kéne egy tanár. Na, lássuk. No debugger, 70% teaching skill. Plusz 10% movement speed. Ah, ezt tud Scientographit is tanítani. Ez meg tud Aerodynamics-et.
Hát mondjuk olyan még nem kell. Hát ez mondjuk nem rossz, hogy be tud segíteni. Mondjuk 37 ezer dollár évente. Vegyük fel. Első dolga ennek is, hogy elmegy. Büdös is? Hát de ha jó, érted. Na. Oké, és akkor most elindulhatna az Academic Year, tehát az új tanév. A kérdés, hogy van-e valami, ami mi javítani kéne. Hát, mennyi 30 hallgatót akarunk fölvenni? Egy kicsit fáradtnak tűnik. Ja nem. Igen, neki van ez a problémája. Jó. Veszünk fel akkor még kollégát. Harriet a Longbottom. Nagyon jó, ez szemetel. Gyors. Toilet comfort decreases slower than most. Ivy Tove. Ez is büdös. De legalább olcsó. Hortense Bane. Ez hamar megszomjazik. De van plusz 10% learning boostja. Jó, fölvesszük. Fölvesszük. Oké, okay. Ezen nem tudom, hogy növeljünk a student lounge-on. Tehát a hallgatói pihenőn. Erre azt mondom, hogy érdemes, mert tudjátok, hogy a oktatóként a hökkel fontos jóba lenni. Főleg a vezetésnek, mert hogy hát ők választják meg őket részben. Úgyhogy akkor kicsit növelünk ezen. És szerintem veszünk még ide fotelt. Meg veszünk ilyet is. Oké, ezt áttesszük ide. Meg a kukát is. Na hát, ha így most már elég lesz. Még az, hogy ide mit fogok tenni, azt ne kérdezzétek. Na mindegy. De megint capacity-n van, ez hihetetlen. Még egy asztal menjen. Nem tudom, hogy ezt látom-e valahol, hogy... Room capacity 8. Hát de az az érdekes, hogy... Most, hogyha megnövelem, az a kérdés, akkor nő a capacity. Ah, most 9. Akkor lehet, hogy a mérettel van összefüggésben. Mondjuk logikus lenne. Leteszek ide még egy asztalt. Ah, és ugyanúgy. Jó, akkor a mérettel van összefüggésben. Tehát, hogyha hiába teszek le egy csomó asztalt, széket, akármit, akkor a méret
úgy tűnik a lényeg. Mármint, hogy... Hát értitek. Jó. Ezt akkor megjegyezzük. Hát amúgy... Amúgy ez most már az elég jó. Mert már elég jól néz ki. Az már nagyobb, mint az oktatói, szóval... Tehát a hőknek egy szava se lehet. Jó, na. Oké, és hát a dormitory. Azt mondja, hogy 9 ágy van. És 5 hallgatóra jut 1, az 9x5, az 35. És 30 hallgató kezdi a következő tanévet elvileg, akkor annak elégnek kell lennie. Hát szerintem a budi meg a fürdő az elég. Pihenő elég. Hát ember kellett, kellhet még? Mármint oktató. Hát az 3 oktató van 35 hallgatóra. Az egy jó arány. Asszisztens nem kell. Hát egy takarító lehet, hogy kéne még. Melissa Hunt. Plusz 8% happiness. Ha. Vera Vape. Oké, 30% maintenance skill. Aha, itt írja is, hogy kéne még ilyen gondok. Hát, az, hogy a happiness-t felnyomja, az jó. De ez csak a happiness-t nyomja föl. Fölveszük Desmondot. Charlie Eruption. Plusz 400-ig happiness. Hát, Desmondot fölvesszük. Oké. Jó, hát... Szerintem más nincsen, amilyen probléma lenne. Vagy tennivaló. Ide lehet, hogy kéne még kajautomata. Meg ilyen... Lehet, hogy ilyeneket is le kéne dobni párat, nem? Miért is ne? Meg ilyen padokat. Még a hallgatók várnak az órára. Igen, is ez volt a baj, hogy... Tehát így mák volt, hogy lehetett-e asztalt szerezni. Már így hallgatóknak folyosón. És amúgy sehol nem lehetett bemenni, leülni. Hát ez mondjuk lehet, hogy itt nem olyan szerencsés, de mindegy. Oké, és akkor ide oldalra megteszünk kajaautomatát. Teokáiba meg billeg az összes. Hát igen. Hanem ott az volt tényleg a furcsa, hogy sehol nem lehetett bemenni tanulni. Tehát már egy tanterembe vagy ilyesmi. Tehát hogyha nem volt rendes számítógéped saját, akkor... Akkor így jártál. Ez egy jó announcement volt. Jobb jegyeid lennének, ha nem lenni olyan hülye. Hát... Igen. Jó, ide még teszünk virágokat, mert az fontos. Hát... Ja, picit még üres, de hát majd lesz még itt... Majd
lesz még itt. Szerintem tanterem. Jó. Hát... Szerintem akkor kezdődhet. IKF0-ás terem. Hát igen, csak ez egy picit nagyobb. Picit több hallgató befér. Hello Enes, amúgy. Okay. Na hát akkor... Igen, ez a két szak fog most menni. Aha, és akkor itt course pointokat kell költeni. Jó, menjen. Oké, és a cél az, hogy a virtual normality-t C osztályzattal... Hát igen, ez a... Menjünk át, magyarul. Ezzel mi van? Welcome back. I can't say that I understand our county's recent fascination with opening pop-up universities on a weekly basis, but it seems appropriate to commemorate the opening of yet another fun time house of real good learning. I thought we'd talk about the past, memories and nostalgia. The feelings that things used to be in some incalculable and all-encompassing sense better. But why do we feel that way? Are we wearing rose-tinted glasses? Jönnek be a hallgatók, és egyből mennek a koliba aludni. Ez az első dolguk. Oké. Hát ezek kemivel. Valami zöld buborékok voltak körülöttük. Lehet a burp machine. Ja nem, boldogok. Hát még most kezdődött az év, persze, hogy boldog. Igen, igen, én is azt néztem, hogy két diáknak kellene dorm. Akkor 30-at vettünk fel a 10 mellé, ezek szerint. De azt se adja ki, mert ez elvileg 35 hallgatónak elég. Ez 9 ágy. Akkor kéne még egy ágy. Hát ezen segíthetünk. Sem eddig nem tart. Tessék. Szerintem ez itt teljesen jó. Van egy csomó üzenetünk. Azt mondja, hogy park bench wanted. Tehát kéne a parkba pad. Love bench wanted. Alf és Kensington. Annyira barátok, hogy kéne nekik ilyen love bench. Oké, monthly income report. Augustus. Remek. Oké. Hát... 25 kudos kéne. De nincs. Úgyhogy akkor ilyen nem lesz. Sorry. Parkbench 100 dollár. Az nem kudosba kerül. 9x5 az 45. Este van már. Köszönöm szépen a segítséget. Ja, leteszünk ide pár széket, vagy padot. I used to love taking the train, the steam, the crisp sandwiches, watching people's luggage fall. Those were the days. Sadly, I now find the experience of using our county's rail service. Tessék, oda le lehet ülni. Rather vital component. I find that everyone seems all too engrossed by their mobile phones. Now, I have no interest in talking to anyone. But what I did like was ignoring people. Na jó, de így már akkor... 10, akkor 50 hallgatónak van egy. Szerintem akkor az úgy rendben van. Na, úgy tűnik, hogy akkor minden szuper.
Itt mennek az órák. Hát megy a laborna. Öcsém ment. Új kampusz. Piazza La Natra. Oké. Kaptunk hotdogárust. Kávézót, vagy hát igen, ilyen kis kávézós helyet. Meg egy bálna. Fontent. Mi az? Vízesés? Nem vízesés. Szökőkút. Nagyon jó, de van egy új kampuszunk. Nézzük. Do you want to save? Save. Ja igen, mert most megyünk át a másik izére. Na nézzük. Piazza La Natra. Freshly Meadows, mindjárt visszajövünk ide. Aha, és akkor itt van a Piazza La Natra. És akkor itt el lehet indítani ezt is. Na várjatok, mindjárt visszajövünk, mindjárt elindítjuk akkor. Vagy ez addig megáll? Lehet, hogy megáll addig. Nem tudom, hogy itt lesz-e új dolog még, hát gondolom, mert most még csak egy csillagunk van. Aha. Campus level 9. Ja igen, és akkor itt ér, hogy mi kell a két csillaghoz. Kell még mindig gondok. Hát veszünk fel. Hát most van jobban képzettet. Movement speed. Hát ez plusz 60% maintenance skill. Jó, jöjjön ő. Nem baj, hogy nem ilyen gyors, ha jobban megjavítja a dolgokat. Oké, és akkor hogy mi kell a két csillaghoz? Campus level 9. Hát gondolom akkor majd még fejlesztenünk kell gondolom új kurzusokkal meg ilyesmi. 150 000 dollárt kéne keresni. Hát szerintem az csak idő kérdése. Előbb-utóbb bejön ez a pénz. Average dormitory rating az legyen 70%. Hát gondolom ez az kell, hogy jó legyen a felszereltség, meg legyen elegendő ágy. Oké. Satisfy 10 personal goals. És itt a e-mailek. Oké. Virtual normality nyílt nap. Legyen egy nyílt nap? Hogy ne legyen. Persze, hogy legyen. Student assessment. Na várjatok, ezt most nem értem. Azt mondja, hogy legyen egy ilyen nyílt nap. Mert néhány érdeklődő hallgató beszeretne nézni. Visit assessment based on... Ja, hogy magát a visitet, tehát a látogatást fogják értékelni? Ha jól értem. Ha jól értem. Oké, tehát hárman jönnek érdeklődni. Jöjjenek. Csinálják gender studies kurzust. Hát, veszélyes dolgok ezek. Lehetne amúgy. Okvetlenül.
Oké, na erre kíváncsi vagyok, hogy ez... Ah, és akkor itt érkeznek ezek a érdeklődő hallgatók. Oké, jó. Hát igen, ezek tényleg a hát nyílt nap. Ilyen van legtöbb egyetemen. I'm Felicity Bellbottoms, and you're listening to Campus Radio, where we try and make whatever you're doing a little bit easier and a little bit noisier. Körbenéznek. Még jegyzetelnek. Oké, előadásra is menjetek be okvetlenül. Most átmenek a másik épületbe. Ja nem, mennek, ennyi volt. Hát, amúgy... Ez gyors volt. És itt várják a buszt. Jó, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen értékelést adnak. Jó, ez nem érdekel. Open Day Report. Result. The open day was perfectly fine. We may or may not see those students again. Okay, kaptunk 5 kudoszt. Jó. Love bench, már megint. Nos, van annyi kudoszunk. Jó, akkor legyen Love Bench. Ide letesszük, ide. Tessék, itt lehet nézni Ámort, ahogy nyilaz. Profit. Még egy e-mail. Ez a novemberi. Oké, az nem érdekel. Lehet, hogy itt akkor le kéne pörgetni az akademikiért. A szerelem fontos? Hát, igen. Alapvetően nem egy rossz dolog. Jó, picit fölpörgetem itt a dolgot, csak kíváncsi vagyok, hogy az Academic Year végén, mert elvileg most akkor lesz még egy, vagy hát gondolom a következő évre lesz egy újabb kurzus, egy újabb szak, amit tudunk indítani. County Map. First Rate Academic Facility. Remek. És akkor majd a térképen ki lehet választani, hogy hol legyen a következő kampusz. Meglátjuk. Amúgy a kampusz levelet szerintem lehetne növelni, hogyha még építenénk egy-két dolgot. Mondjuk ilyen kávézót, meg ilyesmit. Continued to rage in the music college at Mitten today. Asked for their thoughts, feelings, or demands. Records cubicle. I don't know. Really. Library records. Someone told me we're waiting to see an obsolete theories. Is that not right? Remek. More on that curious bassoon later in the show. Hát, le tudjuk ezt tenni a könyvtárba. Eléggé zsufi. Hát igen, lehet, hogy okosabb dolog lett volna a könyvtárt növelni a hallgatói váróhelyet. Mindegy, ezt most kicsit arrébb tesszük.
ezt pedig megnöveljük megint. Meg egy picit pakolászunk is. Így. És akkor szerintem ide már le tudunk tenni egy ilyen records akármit. Hát, ha megtalálom. Hát lehet, hogy nem találom meg. Itt van. Ó, jó nagy. Records. Ó, oké. Azt hiszem tudom mi ez. Aha. Jó. Nice. Oké. És akkor már nőtt a campus level. Fú. Újabb üzenetek. A personal goal request. Oké, tehát akkor most kér egy ilyen valamit. Kéne neki szék. Nem értem. Crescent bench. Ha. Tegyünk le pár ilyet. Oké. Okay. Relationship item, Randy és Tessa, soulmates. Kéne nekik egy Rose Garden. Hát ezt most nem tudom teljesíteni, 250 kudos kell. Kéne egy kafé kiosk. Na, azt letesszük, azt mondom... Nem kicsi. Azt hittem, hogy ez ilyen beltéri valami. Nem, hogy be lehet ide tenni. Akkor lehet, hogy ide teszünk ilyenek. Ilyen ezt a kávést. És van ez a másik. Igen, ez a hot dogos. Még ezt lehet, hogy kintre kéne inkább. And those cats have it. Mindegy, jó lesz ide. És akkor ide teszünk ilyen asztalokat. Mondom, ilyen éttermet csinálok az egyetemből. Oké. Okay. Ez mi kell? Asszisztens. Ó. Oké. Okay. Assign staff. Oké, akkor ide asszisztenst kéne fölvenni. Azt mondja, hogy... Toby Muddell. Happy thoughts. Az oké. Okay. Őt fölvesszük. Csak akkor kettő kéne mi? Ja, kettő kéne. Mindjárt. Personal goal, bat poster. Hát ezt föl tudjuk. Ez azért nem egy olyan bonyolult dolog, ezt ide tudjuk tenni. Remek. Oké. Mindjárt csak fölveszek még egy asszisztenst. Lester Pillow. Oké. Okay. Lassan már több asszisztens lesz, mint tanár. Oké. Okay. Jó, ezt nem tudjuk most, mert nincs annyi
valutánk. Egy neon gitár. Hát tegyük. De akkor ezt a virtuális valóság szobára kéne. Hát rettenetes, de mindegy, ide tesszük. Nem is az igen. Hát nem tudom, mivel játszál. Javasoljatok valamit NS-nek, hogy mivel játszon. Oké, okay, Scientography Open Day. A nyílt nap, ezt elfogadjuk. Jönnek hárman. Okvetlenül. A májusi bevétel nem érdekel. Ezzel most nem foglalkozunk. Hú, már mindjárt vége a tanévnek. Campus level 7. Campus level 8. Oké. Okay. És akkor itt jönnek a érdeklődők. És bemegy, érted, a... Bemegy a koliba. Minek? Hát órára mennyibe. Érted, bemegy, és ennyi volt. Scientography Open Day, erre bemegy a koliba. Ezek a mai középiskolások. Azt mindjárt leírja, hogy nem volt jó. De elég jó értékelést adott. Great success. Students now think of us as an important part of the future. Tehát az igen, a jövőjük szempontjából fontosnak tartanak minket. És elvileg ketten jönnek is. Ez meglepő. Flat flower planter. Ó, oh, ez van virágágyás. Ja. Hát ledobjuk ide. Teszünk le párat. Oké. DNA poster. Na, ez biztos lesz. És ide a Science Labnek a falára. Nem tudom, mi történik. Na mindegy. Na, mindjárt vége a tanévnek. Suggestion box. Ah, oké, okay. Jó. Na, még egy kérésbe futott. Smoothie kiosk. Hát, meg még mi nem kéne. Na, akkor vége a tanévnek. Lássuk. Azt mondja, hogy mindenki átment, és javult az exam results. És amúgy 30-an vannak. Tehát ezért volt fura, hogy miért kell két hallgatónak ágy. Tehát az a két hallgató miért reklamált, de oké. Okay. Campus of the Year Award. Tessék. Average environment, tehát a környezet, hát 72% azon lehetne javítani. Room prestige 5.
Szerintem azon is. Van egy kis reward. Nagyon jó. Azt mondja, hogy mindenki átment. 30-an folytatják, 81%. Ja. Campus of the Year. Student Choice. The most popular... A leg... népszerűbb campus. Kiváló. Remarkably, we actually have a follow-up on the story of the enormous bassoon. Aha, manage courses. Nem tudok újat hozzáadni most. Jó, hát akkor úgy tudunk bővülni, hogy még egy science lab, még egy VR lab, még egy tanár, sőt még három tanár kéne. Igen. És akkor gondolom elérjük a két csillagot, ha ezeket hozzáadjuk. Jó. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy át kéne nézni arra az új kampuszra, mert most az, hogy még hozzáadunk párat, az szerintem nem annyira izgalmas, hanem inkább akkor nézzük meg ezt az új helyet. Én azt mondom, persze megtalálom, hogy hol kell. Na, megtalálom, hogy hol kell. Egy map view kéne. Nem biztos, hogy megtalálom úgy. Management view. Hát nem ez kell, ez biztos. Hát esküszöm, nem találom a map view-t. Nem ez. Nem ez, ez a személyzet, kurzusok, management view, jobb alul, nem, ez ennek a campusnak a hármas telephelye, tehát ahova lehet még bővülni. Ja, tehát ezt lehetne építeni. És nem is emlékszem, hogy hol írta. Nem, ezek a üzenetek. Indítsam a következő évet. Unsolved requirements. Nem tudom elindítani. Hát, lehet, hogy akkor ezt elő meg kell csinálnom, és utána tudom elindítani. Jó, mindegy, hogy gyorsan felépítjük. Amúgy lehet, hogy lehet klónozni is. Elvileg. Copy room. Oké. Szóval akkor lehet, hogy ezt áthozzuk ide. Ezek a tantermek mindegy formák.
Oké, és akkor kéne még egy Science Lab. Ezt szerintem letesszük ide. És akkor kéne még tanár. Zoe Marmaládé. Nagyon jó. Teaching skills, comic timing. Scientography teacher. Aha, virtual normality. Hát igen, őket föl kell vennünk akkor. Jó, és három virtual normality. Juliet Eggman. Oké. Leonard Sander. Hát ezek nagyjából egyformák. Leonardot fölvesszük. Ja, nem, hogy Scientography, oké. Virtual Normality, igen, ez kell. Oké. Jó, akkor megvan a requirement. Hát a campus lehetne level 9. Itt még egy picit javítani kéne. Pár dolgot ide még építünk. Nem tudom, hogy a dorm elég lesz-e. Applicants 11, student intake 11. Aha, hát... Meglátjuk. Shelley Tadri, valamikor lesz YouTube feltöltés, valamikor nem. Most erről pont lesz egyébként. Ezt most föl fogom tenni. De nem mindent fogok feltenni YouTube-ra. On 2-point radio, forget what you're doing and give in to the saccharine melodies of my voice. I am Sir Nigel Bickleworth, and you may not know it, but you've just made a wonderful decision. The finest radio show in town, coming right up. De teszünk ilyen kávé kioszkot. Ide meg egy ilyen... Hát, én gyümölcsöst. Még ebbe pont kellene ember is, de nem baj, majd mindjárt veszünk fel. Aha, ő könyvtáras. Ő gyorsan megy. Hát, veszünk egyet. Oké, és akkor még... hát, nem is tudom. De még lehetne ilyen asztalokat tenni szerintem. Pár ilyen széket. Nem teljesen szüntetem meg. Mondom, csak tényleg olyanok kerülnek föl, amik ilyen... ilyen válogatott, maradjunk annyiba. Minden nem fog. Mondjuk föl fogom tenni biztos a God of War-t is, meg... ami olyan tényleg jobb, de nem mindent. Oké. Okay. Hát nem tudom, mivel tudjuk még a campus levelet növelni. Mondjuk ide se ártana a budi szerintem. Igen, ez egy melléképület, de esetleg tehetünk egy launch-t is. Egy kisebbet. Hallgatók tudjanak itt egy kicsit lazítani az elképesztő megterhelést levezetni. Hát egy ilyen kisebb. Tényleg akkor ide teszünk még egy budit. Csak ilyen kicsit.
kéne készszárító. Még ide egy kukát leteszünk. Ó, oh, és meg is van. Nagyon jó. Bad time statue. Egy fürdőkádas szobor. Oké, okay, és akkor itt van egy go to map. De most át tudunk menni a térképre. Viszont most meg én nem akarok. Akkor el akarom indítani a... az új tanévet. És akkor itt van, hogy mi kell a három csillaghoz. Upgrade a course to level 4. Fú, azt nem tudom pontosan, hogy mi kell ahhoz. Manage courses. Oké. Aha, tehát kell hozzá 20 course point. És akkor a hallgatói, tehát a felvett hallgatókat növeljük. És a qualification level, tehát 4-ről fölmegy 5-re. Na igen, csak ugye ez akkor kell dorm, még pluszba, meg, tehát nyilván koli, illetve valószínű oktató is, illetve hely is. Na mindegy, most fölnyomjuk 3-asra, megnézzük, hogy mi történik. Igen, itt már írja, hogy akkor a következő évben 68 hallgató lesz. Akkor biztos, hogy kell koli is. Oké, okay, nice confirm. Megnöveltük. És akkor itt kell még egy nagy előadó. Oké, okay, hát ezt megpróbáljuk leklónozni ide. Tökéletes. Oké. Okay. Hát igen, mert kell előadóna. Kell előadó. Igen. Több hallgatóhoz kell. Ugye ez a... nyomhatod föl a hallgatói létszámot, hogyha se oktató, se terem, semmi, akkor előbb-utóbb már nem fognak a hallgatók beférni. Ugye? Jó. Akkor requirements nincs. Kell 10 darab A grade class. 10? Enough rooms, teachers and equipment. Aha. Jó. Oké. It's time for spill the tea, where we take some finely dried hearsay from our shameless county and strain it for all the precious. Jó, menjen. Education Minister Tarquin Foxbridge is under scrutiny for describing Two Points Youth as ambitionless. Akkor lehet, hogy ide építünk egy kisebb dormitoryt. Bridge form of the full quotation. It would be remiss of him to forget that they are also loud, foolhardy, crass, smelly and generally hopeless. Hát ez tényleg kicsi lett. It's not your year, it's just another year. Hú, és akkor ide mennyi kell? Ugye az a másik ellát 50-et, és akkor még 18-an vannak, akkor kell 4 ágy. Igen. Hát igen, ez nagyon ilyen... Jó, hát olyan, amilyen.
Ez tényleg ilyen kicsi. Hogy? Azt mondja, hogy ja, hogy a... Ha egyszerre kapnál meg 150 fő a kekszes üzenetet? Amúgy ez az OBS Twitch extension, ez nem is a rossz ötlet. Hogy ott írnál ki a... hogy valaki kapott kekszet. Az amúgy nem rossz ötlet. És azért az egy jó kis feladat is amúgy. Na jó, még itt Rose Garden még mindig. Még most van annyi kudosunk. Hát akkor tegyük le. Az igen. Hát azért... Azért ez már csicsa a javából. Ezek a szívecskés kőszobrok, ezek rettenetesek. De jó, hát hogyha ezt kérték... Mindent a hallgatókért, ugye? Na mi van még itt? Meat Wizard Machine. Item on campus, but student cannot use room. Igen, mert a oktató itt izébe van, pihenőbe. Jó, hát akkor leteszünk ide egy ilyet. Mert ilyen már van, csak az oktatói pihenőbe. De meg a hallgatók nem mehetnek be. Jó, mi van még? Augusztus jelentés, nem érdekel. Virtual normality bookcase required. Ez viszont már akkor nincs elég kudosunk. Smell my cash for students. Sure, you have to pay it back, but that's future use problem. Announcement. OBS Twitch extension-t azt tud bárki fejleszteni, nem? Nevermind. Az csak annyi, hogy én... Nekem kell jóvá hagyni, meg föltelepíteni. De lehet, hogy rosszul tudom. Nem pontosan tudom majd a OBS Development-nek a ilyen szabályait. Na, amúgy egész pofás kis kampusz lesz lassan. Picit olyan fura itt ott az elrendezés, de hát... Istenem. Még ez egy pazarlóan nagy koli. De nem baj. Oké. Na, és akkor egy grade A klasszunk le is ment. Oké. Two player game table. Hát, ez sincs elég kudosunk. Mindegy, megtartjuk hát, ha lesz. Hát igen, nevermind, úgy nem tudsz. Ha csak, hát igen, ilyen remote deploy az meg... macerás lenne. Hát igen, mondjuk ha elsőre jó, akkor... Akkor nem kell debugolni. Jó, hát itt akkor megint az van szerintem, hogy... hogy várunk.
Mondjuk ez elég sok idő, ennél megpróbálom bepörgetni, hát ha jobban halad. Mert most így requirement-et se látok. Suggestion box, build a dormitory, állj. És megint két hallgató kér. Na most ezt nem értem. Mennyit ért, hogy 68 hallgatónk van? Nem tudom, hogy a hallgatói létszámot meg tudom valahol nézni. Neon gitár. Hova? Ide. Hát legyen. Campus level 10. And now for the results of last week's sonnet writing competition. I must say I was appalled, if not surprised. They were lacking structure, they were lacking soul. Hát igen, mondjuk azért egy szerintem egy OBS modult azért kicsit több idő megcsinálni. Ez kétségtelen. Meg ott ugye hát kell azért backend is hozzá elég rendesen. Meg ugye az, hogy én... hát igen, azért nem egyszerű. De... mennyivel meg lehet csinálni, csak jóval több idő. Főleg, hogy így online-ba is kellene működnie. Mármint nem úgy, hogy... nyilván online-ba kell működnie, csak ugye az, hogy nem a... tehát valamilyen webes interfészsel kell kommunikálnia. Mint mondjuk itt is ugye, hogyha... feliratkoztok, vagy követés van, vagy ilyesmi, akkor az is ugye a Stream Elements-en keresztül... Stream Elements? Már arra sem emlékszem, de azon keresztül történik, szóval... kell valami webes, vagy valamilyen backend, amivel kommunikál a dolog. Picit bepörgetem. Meg itt kéne, hogy... ugye most már jön a Graduate is, ugye ez a harmadik term. Vagy hát év. Plagiarism is not a belief system. És akkor még kéne a level 4. Hát talán azt a következő évre meg tudjuk csinálni. Na, mi kell ide? Two player game. Two player arcade table. Microscope. Fú, ez kéne Science Lab-be, csak nincs egy kudosunk. Oké, ez nem érdekel. Open Day, elfogadjuk. Nyílt nap. Csak mert akkor kapunk kudost. Build Dormitory, de megint. Kell egy mikroszkóp a feladathoz. Ó, nem nincs olyod a sheriff. Sziasztok, szép estét. Na, itt jönnek a látogatók. Neki meg kéne a mikroszkóp. Annyira kell neki a kutatás ez a mikroszkóp, hogy elment aludni. Hát mondjuk így, hogy nincs mikroszkóp, így értem. Winged Serpent Vented. Milyen hülyeségeket kérnek, te atya ég. Na, van 20. Hát, az nagyon kevés kudos. Az a baj, hogy... ...30 kéne. Ja nem, ez a... Balls in Motion. Momentum Marbles. Ó, tudom, igen. Mi ennek a magyar neve?
vagy mi ez ez a... Ma, mindjárt majd mondjátok, hogy mi ez. Nem tudom, mi a becsületes neve. Oké. Okay. Science Station. Ide a labben nagyon sok minden kell. Open Day Report. Great success. Nagyon jó. Plusz 10 kudos. Lehet, hogy ketten jönnek is. Challenges and objectives. Hát na jó, de... Na mindegy, lehet nem hülyeségre kellett volna. Newton Inga? Jó, oké, Newton Inga. Nem örökmozgó. Hát örökmozgóban is van sokféle. Mármint, hogy... Amire azt mondják, hogy örökmozgó, ugye örökmozgó nincs, azt tudjuk. De abban is van sokféle, amire azt mondják. Na mindegy. Ez az IK? Nem. Ott nincs ennyi profit. Na, ez gonosz volt, ez gonosz volt. De gondolom nincs, amúgy. Ugye az egyetemeken nálunk nincs profit. Elvileg. Science Chef, unquestionably flammable. Oké. Okay. Ezeket ki kéne kattintani valahogy. De nincs elég kudosunk. Na ez most van, Science Station. Alec and Place. Na ezt letesszük. Oké. Okay. Ez így szuper. Build dormitory. Hát szerintem akkor ezt inkább kibővítjük. Hát most... Csak hogy kéne? Vagy ne ezt bővítjük? Hát akkor lehet, hogy mégis ezt bővítjük. De ezt bővítjük. Csak ki kéne találni, hogy hogyan. Hát, ez lassan olyan, mint a Kossuth Koli lesz. It seems that Agatha Sphere and the Orb Foundation are targeting the county's colleges in an attempt to appeal to a younger demographic. Those orb happy loons must be subdued at all cost. But wasting their time trying to brainwash our brainless students seems like a terrific diversion. I'm so glad we found a use for our horde of unwashed undergraduates. Ja, ide nem jó. Oké, nem fél sehova se. Jó. De kell egy külön... Ezt most nem értem, hogy minek. Hát, Sedit Adi. Nem vagyok abban olyan biztos. Ez itt mit csinál? Ja, kéne neki bookcase. Hát igen, az a baj, hogy... Fail to complete assignment. Hát igen, az a baj, hogy nincs ebben a kudosból nekünk. Sajnos. Build a dormitory. Jó, hát akkor építünk még egyet. Ez fura egy kicsit, de... Oké. Okay. Ide egy ilyen kicsit felépítünk. Na, ez meg már ilyen agrárkoli.
Tessék, kiváló. Challenge completed, 5 kudost adott. Hát, Sherit, azért sok mindent fel kéne tenni. De azért a helyzet bonyolultabb bennél, mint hogy most van-e valami a az IK-n, vagy nincs. És hogy én ott maradok-e, vagy sem. Tehát azért ez picit összetettebb dolog ennél. Nem tette le a virágot. Ja, már itt... Hát igen, itt már nincs hely. Ja. Oké. Okay. Complete free assignments. Jó, ez mindjárt megvan. Oké. Okay. Kaptuk még kudost. Na hát, ha most... Ezekhez is sok kell. Na ez csak Experiment Station. Na nézzük. Ezt akkor letesszük. Tessék, és akkor lehet kísérletezni. Na, és akkor már csak az van, hogy a hallgatók lediplomázzanak. Ami, ha minden igaz, most évvégén már be fog következni. De Open Day volt, elfogadtuk. És ez is sok cucc kell még. Oké, jó, megint jönnek akkor a nyílt napra. Weed infestation. Ja, ilyen gyomnövények. Értem. Jó. Oké. Mennek is a érdeklődők. És akkor mindjárt vége a Academic Year-nek. Tehát a tanévnek. Na, csak hogy már magyarul is beszéljek. És akkor ha minden igaz, akkor most diplomáznak is a hallgatók, mert tényleg a harmadik év végén vagyunk. Kíváncsi vagyok. Oké, na nézzük. Oké, graduating 10. 10 hallgató diplomázik. 53-an folytatják, 80% a exam result. Mindenki átment. Oké. Total student relationship 73. Oké. Campus of the Year Award. Nagyon jó. Hú, hát egy kicsit lentebb ment azért a Room Prestige meg a Attractiveness. Pass rate 100%, ahogy az eddig is volt. Ugye 10 diplomáznak, 53-an folytatják. És van ez a King of Hearts Award. Cultivated the best social relationships, tehát a legjobb, hát ilyen barátságok köttettek, vagy valami ilyesmi. Oké. Okay. Szuper. Jó, és akkor most kéne az a három csillaghoz, hogy egy kurzust fölemeljünk a 4-es szintre. Amihez meg kéne 5 course point. Nyilván nekünk nincs annyi.
Na, ezek itt mennek a diplomával. Vagy ők is subscriberek a csatornán. Jó. Na. Oké, és hát itt még akkor vannak requirementek a következő tanévre. Még egy Science Lab kéne. Meg kellene még három tanár. Szubtali. Ah, az lehet az volt, igen. Jó. Hát Science Lab-et... Hát igen, a helyjel nem gazdálkodtunk jól, az biztos. Ennek majd helyet kell szorítani. Expanding your campus and increasing your campus level. Na most, hogyha én ezt itt fölépítem mondjuk, akkor kapok-e course pointot? Erre vagyok kíváncsi. Mert ha kapok, akkor az annyiból jó lenne, hogy akkor elérünk itt is a három csillagot. Végre egy játék, ahol nincs borsodi szitu. Hát igen, itt nincsen. Oh. Oké, okay, level 12 kaptunk. Ó, oh, nagyon jó. Oké, okay, akkor ez azt jelenti, hogy meg lesz a három csillag most már. Mennyi plusz 5 hallgató? Confirm. És ott a három csillag. És kaptunk egy... izzó szobrot. Meg 200 kudoszt. Nagyon jó. Oké, és akkor ez egy háromcsillagos kampusz. Na, szuper. First rate academic facility. Jó, és akkor itt át tudunk menni a... De hogy hol van a térkép gomb, ezt egyszer nem tudom megmondani. Hogy hol tudunk átmenni. Na mindegy, szerintem a következő... lesz még badge meg csatornapont költésre lehetőség? Hát... badge, már sub-badge az... Csak akkor lehet még plusz, hogyha ha Twitch partner lennék. Mert csak egy évig tud egy affiliate sub-badge-eket feltölteni. Egyéb badge-ek még lehetnének, szerintem, de azt meg kell néznem. Csatornapont költési lehetőség, hát majd gondolkodok valamin, javasolhattok ti is. Megbeszéljük. Viszont ma szerintem megállunk, és akkor ma nem nézzük már meg a másik kampuszt, hanem majd esetleg egy következő streambe. Szerintem fogunk még ezzel játszani, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen kurzusok vannak még. Szerintem a másik kampuszon lesznek még plusz kurzusok, és akkor megnézzük azokat is. Viszont már akkor megállunk. Este van már, holnap meg dolgozni kéne. Úgyhogy a következő stream szerintem hétvége környékén várható. Hát péntek per szombat per vasárnap, majd meglátjuk, hogy pontosan mikor. Discordot figyeljétek, és akkor majd oda kiírom, hogy mikor lesz. Szerintem az időpont az hasonlóan így este ilyen 8 óra körül, de mindenképp írok majd Discordon egy kis üzenetet oda a Twitch csatornába. Mára viszont tényleg megköszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy együtt néztük meg ezt a játékot, köszönöm szépen Sherit Adri az újabb százast, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy támogatsz,
Még egyszer nagyon szépen köszönöm, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!